Kezdjük azzal, hogy hogy is volt ez az egész, mert hogy te a legelején ott voltál, ha jók az információim. Az egyetemen voltunk ugye doktorandusz hallgatók. Nagy kihívás, hogy az anyacég elhatározta, hogy Budapesten fogja fölépíteni ezt a kompetencia központot. Úgy tekintünk magunkra, mint e-kompetencia center. Tehát amikor kompetencia centrumról beszélünk, gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hardware és szoftverfejlesztésben mi vagyunk a kompetensek ThyssenKruppon belül. Tehát ez azt is jelenti, hogy ha van egy technikai problémánk, akkor gyakorlatilag senki más nincs, aki ezt megoldja, csak mi.